könnyek között búcsúzott az FC Barcelonától, a szurkolóktól, játékosnásaktól Leo Messi vasárnap. A hatszoros aranylabdás játékos 21 év után hagyta el a katalán klubot, lezárva a gránátvörös kékek történelmének legsikeresebb időszakát. Az argentin zseni kedden orvosi vizsgálaton vesz részt Párizsban, majd sajtóírek szerint 2 éves szerződést ír alá 1 éves hosszabbítási opcióval a Paris Saint-Germain együttesével. A PSG drukkerek már hétfő óta várják új kedvencük érkezését. Ő minden idők legjobb labdarúgója, mondja egyikük. Hamarosan aláír hozzánk, és a mi mezőnkben, stadionunkban fog játszani. Ez egészen hihetetlen. Azt hiszem, az érkezésével még inkább reflektorfénybe kerül a PSG, és Franciaország, véli egy másik. És vele miért ne szerezhetnénk meg a Bajnokok Ligája győzelmet, amit olyan réges-régen várunk. Több csillag is, Messivel akár 4 felkerül majd a mezünkre a klub címer alá. A szurkolók már ellepték a Parc des Princes stadion környékét, a párizsi klub pedig állítólag augusztus 10-ére lefoglalta az Eiffel-tornyot. A PSG legutóbb 2017-ben Neymar érkezésekor bérelte ki a francia főváros ikonikus építményét.